Halihó, sziasztok! Habics Laci vagyok, és ma a Smorig Magic Fizz Follow Focus rendszert fogjuk megnézni. Triponttól kaptam, nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. A dobozban benne van ugye maga a hand unit, a fókuszmotor, van egy 15 mm-es rod benne, a 15 mm-es rodhoz van egy rod clamp, amin egy NATO rail is van rajta, van a hand unithoz egy szerelék, egy akkumulátorplét, ami Sony NPF aksikat fogad. A hand unithoz van egy ilyen plusz kis tárcsa. Van még benne egy használatutasítás, aminek most nem fog kelleni. Van benne egy Type-C Type-C kábel, egy imbusz kulcs, valamint van kettő darab ilyen objektívre szerelhető gyűrű, amivel a motor meg tudja hajtani az objektívet. Akkor nézzük is, hogy működik ez az egész. Fogunk egy fényképezőgépet, egy akkumulátort, és összerakjuk. Kész is van, össze is raktuk, nézzük meg, hogy működik. A motort az alsó gomb hosszan nyomásával lehet bekapcsolni, kb. 2 másodpercet kell nyomni, a kézi vezérlőn pedig a reg gombot kell nyomni szintén. Miután bekapcsolt, utána kalibrálni kell magát a rendszert. Mivel ebben az objektívben nincsenek végállások, hanem folyamatosan forog a gyűrű, ezért kézileg kell majd beállítanunk azt, hogy hol legyen a két fókuszpontnak a végállása. Ehhez azt kell csinálni, hogy a Mark gombot megnyomjuk hosszan, amikor kérje, hogy Mark Confirm, megnyomjuk egyszer, és megnyomjuk még egyszer a gombot. És ilyenkor be tudjuk állítani kézileg, hogy hol van a két végállása. Itt van az egyik végállás, megnyomjuk azt, hogy Mark, és meg áttekerjük a másik végállásra az objektívet. Akkor elérjük, megnyomjuk még egyszer. És innentől automatikusan működik. Azokon az objektíveken, ahol ugye van végállása a fókuszgyűrűnek, ott annyival kevesebb dolgunk van, hogy csak hosszan megnyomjuk a Mark gombot, majd megnyomjuk még egyszer, és automatikusan bekalibráljuk magát a fókuszrendszert. A motort különböző módokon meg lehet tápolni. Az egyik az egy Sony NPF akkumulátorplét, ami gyárilag benne van a dobozban. Erre különböző méretű akkumulátorokat fel lehet rakni, egészen a kisméretűtől, de akár a legnagyobb NPF aksit is fel lehet rá tenni. Nyilván egy picit viccesen néz ki, de így szerintem akár egy hétig is el fogja bírni az akkumulátorral. Vagy akár a gyárilag hozzáadott USB-C kábellel, egy V-lock akkumulátorról, vagy powerbankról is meg lehet tápolni. Külön meg lehet hozzá vásárolni bármilyen másik power kábelt, egyes gimbalokról is meg lehet hajtani. És akkor térjünk rá egy kicsit magára a hand unitra. Gyárilag egy NATO rail-es szereléket adnak hozzá, de ezt, hogyha levesszük róla, akkor igazából bármilyen fel lehet szerelni, akár fel tudjuk tenni egy külső monitorra is, amivel mondjuk egy vezeték nélkül jelátküldővel, ha megkapja valaki a jelet, akkor egy külön fókuszpuller is tudja segíteni magának az operatőrnek a munkáját, és nem muszáj magára a kamerára felszerelni. Hand unithoz gyárilag ugye a dobozba kapunk egy ilyen kis fehér jelölő karikát, ami azért van, mert ezt a külső borítását le lehet venni, és hogyha feltesszük rá, akkor ugyanúgy tudjuk rajta jelölni a fókuszpontokat, amire akarunk élességet állítani,
és így viszont sokkal, de sokkal kisebb a wheel, így mondjuk, ha valaki gimbalra teszi fel, sokkal könnyebben tud vele dolgozni. A wheelnek körülbelül egy olyan 20 órás üzemideje van, a beépített akkumulátornak köszönhetően, itt az alján egy USB-C porttal lehet tölteni, és az alján van egy ilyen kis védőborítás, ami védi a kis pineket, mert különböző más kiegészítőket is hozzá lehet amúgy majd párosítani. A kézi vezérlőn láthatjuk magát a felvételgombot, ez azért van, mert egy külön megvásárolható kábellel össze lehet kötni a kamerát és a fókuszmotort, és magáról a fókuszvezérlőről lehet elindítani és leállítani a felvételt. Emellett ugye itt van a Mark gomb, amivel ugye a fókuszkalibrálás működik, valamint AB pontokat lehet beállítani. Ameddig megfordítjuk, van egy lock gomb, amivel a beállításokat lehet lelokkolni, valamint a set gomb és a hozzátartozó felle, amivel a menüben lehet lépegetni. Szóval a kézi uniton, itt láthatjuk itt a kijelzőn a számokat. Az F01 az azt jelenti, hogy az egyes csatornán van a motor és a kézi unit. Alul pedig látjuk 00-tól 999-ig a számokat. Ez azt jelzi, hogy a fókuskálán éppen hol tartunk. Felül látjuk a töltöttséget, valamint mellette látjuk a lockot, hogyha az alsó lock gombot kétszer megnyomjuk, akkor le tudjuk lockolni, így nem tudjuk semmit se elállítani rajta. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, mert nem sokára fog érkezni ennek a videónak a második része, ahol össze fogjuk vetni a Smodic Magic Fist Follow Focus rendszer a legeslegnagyobb vetítésával, a Tilta Nucleus Nano-val. Köszönöm a figyelmet, találkozunk rá.